John Illa, Jack with Paul. Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind bomb. Érkezünk az Eden Prime-ra. Ez volna az. Tényleg szép bolygó. Így van, megyünk egybe az ástási helyre. Vannak-e... vannak-e túlélők? Hát az csak másodlagos, úgyhogy nem nagyon kell. Hát persze a jeladó legfontosabb. A túlélőket szarjátok le nyugodtan. Nihilus, jön velünk? Ő aztán ki fog ugrani előre. Igen, egyedül könnyű, gyorsabban mozgok. Féljetek, milyen laza a csávó. Rádió csönet, hogy nem lehet vele beszélni nagyon. He can't count on us. Can we trust him? Számíthat ránk. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. Köszönöm, jó van, meg lesz. Na, úgyhogy megérkeztünk. Hát tényleg baromig játszottam már. Azt kell mondjam a Mass Effect-tel. Na, lent vagyunk a bolygón. A játék egyébként baromi jó, tehát később megkapod majd a irányítást a Normandy fölött, a Normandia fölött, és különböző bolygókra lehet lemenni, majd lelátogatni. Nagyon-nagyon király az egész, tényleg nagyon jól meg van csinálva. Érdemes ám amúgy körbenézni, szóval nem feltétlenül muszáj előre rohanni, mert ez mégiscsak egy RPG, tehát azért itt lehetnek jópofa dolgok. Csak azt kéne tudnom, hogy én vagyok a hülye, hogy úgy emlékszem, hogy van valami. Egyébként nagyon szerintem szép a játék, tehát tényleg, hát Xbox 360, tehát ez egy régi játék, azt vegyétek bele, jó? Tehát ez 2000, nem is tudom mennyi, 8-as? 7-es? Jenkins? Úristen, mi történt itt? Ott fönt annyira menő gyerek voltam, most meg egy fosol nekem? Smells like smoke and death. Füst és halál szagot érzek, ez nagyon jól hangzik. Az meg mi a rák ott? What the hell are those? Én is pont ezt kérdezem. Gas bags, don't worry, they're harmless. Gas! Gázzsákok! Mi ez? Wow. Gyerekek, hogy néz ki, te jó? Én egy ilyet meglátnék, én sikítva rohannék. Nem menőznék itt meg, mit tudom én. Na, most a kérdés az, hogy én tényleg itt átnézek mindent. És próbálok mindent átnézni, mert lehetnek nagyon jó kis fegyver, fejlesztések, bármi. Bár itt még nagyon nem látok semmit, úgyhogy menjünk tovább. Ugye az ástást kéne megkeresnünk. Ami, nem is tudom, talán följebb lesz ugye nyilván egy picivel. De... Jobb, elővettük a fegyvert, így van. Hogy van? LB-t nyomom hosszan, akkor megjelenik ez maga. Igen, ki tudod választani őket is, tehát ez nagyon jó játékban, ilyen csapatalapú a dolog. Én a gépfegyvert szeretném. Nem akarod elővenni? Ja, hogy meg kell nyomni! Jó, hát ez már nagyon rég volt, tényleg. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó játék, tényleg. Ez, na, upgrade kit, erről beszélt, tehát ez egy ilyen kis, hát, chestnek is lehet mondani, hogyha úgy tetszik. Armor upgrade, hardened weave, és egy combat sensor. Úgyhogy berakjuk egyből, és ha minden igaz, akkor én ezt el is érem. Mit kell nyomnom? Ja igen, equipment, vagy még nem tudom, nem tudom beállítani. Nézzük az upgrade-zet, de itt van. A complex filament network of element 0 microwaves combined with advanced... Jó, mindegy, plusz 10% hardening. Szerintem ez megerősít ugye a shield, hogy be is tesszük azonnal. Mert hát why not, ugye? Ezekre még... Ja, még a fegyver is van egy combat szenzor, arra is rárakjuk egyértelműen. Úgyhogy, mert itt vannak a fegyverek, ugye itt látjátok, itt lehet nézegetni gránátot, stb. Tehát itt lehet fejleszgetni, mert fegyvert is lehet fejleszteni. Valamint a squadot, el is fejtettem megnézni. Van-e XP-nk, amivel lehetne fejlődni? 3 pont elkölthető. Na, nézzük csak. Tehát ez itt a talent fa. Tulajdonképpen ez akar lenni. Pisztoly, assault training, throw. Az nagyon jó. Ez ilyen képesség, biotikus képesség. Ez egy ilyen, jön egy ilyen kis gömb a kezedből, és így el tudsz löpni másokat. Nagyon jó. A warp, arra nem vagyok teljesen százalékos, hogy melyik is volt az. Lowers the target's damage protection by 50%. 6 damage to the target every second, and lowers the target's damage protection by... Hát igen, így lejjebb viszi a shieldjét, gyakorlatilag én azt mondanám, tehát gyengíti a képességét. Vanguard, biotic protection, sets charm score at 1, opens up new dialogue options, ez nagyon jó.
Ez megnyit egy új beszélgetős és beszélgetési funkciót, és sets Intimidate Score at 1, opens up new dialogue options. Az Intimidate az pedig a megfélemlítés, a Charm az pedig ugye Charm, úgyhogy igazából semmi extra. Na, én rakok egyet a Throw-ra. Rakok egyet az Assault Training, az Weapon Damage by 1%, Melee Damage by 30%. Erre nem rakok semmit. A pisztolyra rakok egyet, és a Charm-ra fogok tenni még. Így, de közben figyelni kell, mert nekik is van két pontjuk, tehát a csapatot is, vagy hogy mondják ezt ugye, partira is figyelni kell. First aid-re tesszünk mindenféleképpen, legyen egy jó kis emberünk. Deploys Medigel to allow to all wounded squad members restore their health. Nagyon jó. Sentinel. Ez mi ez? Reduces the cooldown time of stroke. Az nagyon jó. Lejjebb megy a újratöltődési idő. És még a Jenkinsre is rakunk. Jenkinsnek mondjuk legyen az Assault Rifle-je, nagyon jó, ez nagyon jó lesz. És még egy Assault Rifle-t kérünk mondjuk. És akkor ennyi, kész, el van, meg van csinálva a dolog. Na, akkor nézzük tovább, miután megoldottuk itt a fejlődgetést. Persze ezt be lehet rakni automatikusra is, tehát ez mind embere válogatja, hogy ki hogy akarja. De én magam szeretem ezt intézgetni. Most az a kérdés, merre kell menni, tehát én tök hülye vagyok, ott arra elvileg. Ja, hogy így, aha, jó. Hogy van egy kis jelölő a térképen, és hogy az akar lenni. Jó, van már Jenkins, már másodszorra mondod, ezt mit fosol? Na. Úgy érzem, hogy... én szerintem leváltok pisztolyra. Mert... aha, na, cutscene jön. Igen, a gáztartály befröccsök, szépen befolyik. Igen. Aha. Na, mit nézek ennyire ilyen gyanúsan? Úristen! Jenkins! Ha, már Jenkins, eddig bírtad? Olyan kemény gyerek voltál, megjátszottad a keményt. Oké, okay, egy. Tő. Ah, ez az jó. Na most azt tudjad, hogy a pisztolynak nincsen, és azt hiszem az első részben nincs is ammo. Tehát itt minden csak túlsül. A kettőben van már ammo. Nézzük, Jenkins. Meg is halt. Na. Így van. Átment a shieldjén az egész, úgyhogy nem is volt esélye. He deserves, megérdemel egy temetést. He can't help, we can't, nem segíthetünk neki most. Felejtsd el, szóval lehet egyébként köcsögnek is lenni, olyan, mint a Fallout, azért tetszik nekem az a játék, lehet szemétkedni is, de megérdemel egy temetést. Így van, mert kap egy rendes ceremóniát, hogyha majd vége van a missziónak, de most azért figyelj, vagy maradj figyelmes. Na most az érdekes, hogy én szépen beállítottam a fejlődését ugye a Jenkinsnek, az ennyit ért. Na hát ennyit ért gyereke keménykedni, hát csak semmit az ég egy világom. Jenkins is milyen kemény, nagy szájú gyerek volt, az közben nem ért vele semmit. És az a kérdés, hogy ezt a gáz akármit én kilövöm, ki lehet egyetlen lőni? Ki lehet lőni, nem kapok érte semmit, ugye? Jaj! Hogy volt a... ja, van itt egyébként fedezékrendszer is. Ma elfejtettem, hogy hogy működik. Oké. Okay. Oké. Okay. Nézzünk egy... az nem ez? Most az a kérdés, hogy ezt... ja, hogy itt... aha. Várjatok, mert be lehetem rakni. Map throw, berakjuk, map use warp, map, igen, és akkor most így van. Tehát ez maga a throw, tehát be kell állítanod neked a képességet a gombra, és akkor úgy már nagyon fasza leszel, úgyhogy most már elég jók vagyunk. Szerintem én berakom a snipert, mert úgy nézem, hogy messze vannak. Hopp, egy upgrade, úha, hát jó megsültél, haver. Na jó, open kit. Medigilt kaptam, ami... hát ilyen medkit, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt nektek, Medigil. Igen, az végül is jó mindenre, ami ilyen sérülés. Ó, oh, basszus! Gyorsan be kell jönni. Na most próbáljunk csinálni valamit, mondjuk a mi kis haverunkkal. Use throw. Egy beállítod, és akkor ő meg segít neked, tehát ez nagyon jó. Így, né. Így jó. Tehát, hogy te tudod használni az ő képességeit is. Ott egy medical kit. Látjátok, ezért érdemes ám körbenézni, mert el vannak ám rejtve dolgok. Amiknek használt veheted, most az a sniper szerintem mégiscsak inkább hanyagolom, mert nem tűnik túl jónak.
Itt vannak ellenségek. Aha. Oké. Okay. Egy. Hol van a másik? Itt. Oké, okay, jó. Jó. Akkor mehetünk tovább, mert van itt még tennivalónk bőven. Megérkeztünk. Hoppá! Itt van Ashley. Na most van egy képregény sorozat, aminek nem is tudom mi a pontos címe, de van egy része annak a képregény sorozatnak, ami pont ennek az előzménye. Tehát Ashley Williamsről szól, és pont azért, miért támadtak volna. Az meg mi? A geszek. Holy shit! Gyerek, ennél aranyosabb kivégzést még nem is láttam életemben, tényleg. Tehát ez tök aranyos. Na. Ashley gázba van, ventsük meg. Aha. Ha az olyan könnyű lenne mi. Oda futunk gyorsan. Nem akarnál lehúzódni egyébként fedezékbe? Jó, nem esne rosszul, köszönöm. Na. Most én is küldök be mondjuk egy warpot. Oda. Hát ennek aztán sok értelme volt, na mindegy. Megoldotta nekünk a haverunk. Na, Ashley Williams. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? Te vagy itt a főnök? Mi történt itt, jól vagy? Are you wounded, Williams? Megsérült, Williams. Pár karcolás, égés, semmi font, semmi komolyabb. Többiek nem voltak ennyire szerencsések. Éppen járőztek, amikor egy segélykérést akartak elindítani, de elvágták a kommunikációkat. Azóta az életem árán küzdök. Any idea what kind of enemy we're facing? Van valami ötlet, hogy milyen ellenségekkel vagyunk elállunk szemben? A getek. They must have come for the beacon. The dig site is closed. Dig site is closed. Just over that rise. It might still be there. Így van, tehát a getekre gyanakszik Ashley, és azok is, tehát a getek ellen harcolunk, és azt mondta a kis társam, hogy 200 éve már a Vale-ben vannak, hát az a Vale, nem emlékszem pontosan mi ez a hely, de úgy tudja, hogy már nincsenek itt egy ideje, és hát valóban így kéne lennie, de valami ide csávította őket. Igen, és tudtad, hogy arra van a ásatás, úgyhogy hát gyere velünk. Ó, milyen szép szempillái vannak, let's go! Menjünk tovább, keressük meg azt az ásatást. Na most itt elkezdünk lootolgatni. Mm-hmm. Hammerhead rounds, chemical rounds, itt vannak újfajta lőszereink, valamint egy új armor, amit föl fogok venni, meg is nézzük, hogy most mi a szitó, ugye equipment. Olyan vicces, nem villog egyébként az equipment, pedig vannak új cuccok, ez nagyon érdekes. Na, akkor berakunk mondjuk valami újfajta, vagy upgrades, így van. Ja, itt nem ebbe van? Akkor melyik lőszerhez van vajon a... Nem ehhez? Na, várjatok, mert bénázok össze-vissza. Oké, jó. Confirm and exit. Na, itt a másik, ugye, armor, ez a Scorpio 1-es. Látni, hogy mindenben jobb, tehát Damage Protection, Shield, Tech, Biotic Protection, mindenben jobb. Úgyhogy egyértelműen ezt fogjuk felvenni. Transfer, Installed, Upgrades to the New Item. Így van, átrakom az installációkat. És van egy új armorom. Viszont a másikot ugye meg át tudom adni annak, akinek esetleg szüksége van rá. Engem izgatnak ezek az új lőszerek, amik vannak. De... Ja, itt, aha, meg kettőt lehet felrakni rá, ja. Ez ilyen kémiai anyag van rajta, plusz 35 toxic damage, plusz 5 damage per sec, egyértelműen betesszük. És a pisztolyra szintén berakjuk a hammerheadet. Várjátok? Még egyszer, upgrades, hammerhead. Weapon force, nagyobb lesz az ereje. Jó. Jaj, a squadot akartam megnézni, ugye, mert Ashley Williams nekem kell most itt feltápolnom, sőt még magamat is tudom, mert kettes szinten vagyok. Pisztolyra teszünk egyet, a throwra teszünk egyet, és a warpra teszünk egyet. És akkor ugye magát Caden Alenkót is lehet fejleszgetni. Barrierre rakok egyet, legyen még egy képessége. Biotitor shield that absorbs damage, but cannot block attacks that bypass shields. Ez egy ilyen falat húz maga köré, ami
elnyeri a sebzést, de nem blokkol olyan támadásokat, amik kikerülik a shieldet, tehát egyértelmű. Description first aid-re is rakunk még egy, és akkor Ashley Williams, ennek 4 pontja van, úgyhogy a pisztolytra rakunk. Assault rifle-re természetesen rakunk oda mondjuk még egyet, meg még egyet a pisztolyra. És akkor undo. Elrontottam, de jó vagyok, tehát pisztolyra volt 2, meg ugye assault rifle-re volt 2. Így van. És akkor hát ennyi lenne a dolog. Viszont még az equipmentet is megnézzük, mert ugye át lehet pakolni másra. Tehát nem tudom, hogy kinek milyen shieldje van. Hát ez rosszabb shield. Viszont a csávónak meg ugyanolyan shieldje van. Úgyhogy nem baszkurálunk semmit, ez így ahogy van, jó. Na! Akkor nézzünk még körül, hát ha van itt még valami. Ugye itt vannak ezek a feláldozott emberkék. Elég csúnya dolog ez, hogy így föl vannak szúrva. Elég betegnek mondanám. Arra én voltam? Vagy arról jöttünk? Arról jöttünk, így van, úgyhogy akkor megyünk tovább a ásatás felé. Hát elég kegyetlen ez a kinézet, tehát azért ez most nem tükrözi a paradicsombeli Eden Prime-ot szerintem, tehát egyértelmű. Na itt valami lesz, itt túl sok a fedezék. Left stick button to crouch, vagy left stick. Igen, őket amúgy lehetem fedezékbe is küldeni. Tehát csak azt tudnám, hogy hogy. Először a fegyvert, és akkor left stick button. Nem erre gondoltam. Várjátok, mert... Hogy volt ez? Már elfejtettem teljesen. Tényleg? Hogy? Left stick button. Az melyik? Ja! Mi van? Igen? Na várjátok már, hogy volt ez? Tehát... Te menj oda! Hogy oda? Most oda mennek mindketten. Hogy lehet külön-külön őket? Ezzel visszajönnek. Ezt oda küldjük, úgy. Jobb lenne őket külön-külön küldeni. De hát nem hiszem, hogy nagyon ez nekik tetszen ez a dolog. Na! Húha, micsoda! Milyen pontatlan ez a fegyver! Nézzék meg azt a kör alakot! Ezzel mire én eltalálok valakit. Ez 20 év, úgyhogy inkább maradjunk a pisztolynál. Igen. Shepard, én közben már kicsikét kezdek ugye az élettel már úgy gázba lenni. Hopp! Egy throw. És meg is halt zsír. És még van egy. Ott lent. Nagyon jó. Te meg neked annyi. Ez eléggé gagyiságok ezek egyébként egyelőre, tehát így simán megöljük őket. Jó a csapat. Ugye azt kell mondani. Ez itt az ásatás? Vagy lehet, hogy még nem. Jó, ezt is kifosztjuk. Hú, hát itt aztán van minden. Sniper rifle, assault rifle. Elvesszük. És akkor megnézzük az equipmentet. Nézzük először ugye, ez nem én vagyok. Magamat akarom, nyilván. Tehát volt assault rifle is, ugye a Banshee. Jobb a damage-e, viszont a 36-ot tudok lőni a túl sülés előtt, és 1-es az accuracy rating, úgyhogy ezt nem fogom használni. Volt egy pisztoly. Accuracy, hát ez egy eléggé pontatlan pisztoly, viszont... Nem, ez egy shotgun, bocsánat. Viszont... Accuracy rating, viszont nagyobbat sebez. És van rajta valamiféle kis cucc, úgyhogy ezt szerintem berakom kipróbálásra már csak amúgy is. És volt még egy Reaper nevű sniper. Ami 102-es damage, viszont sokkal pontatlanabb, úgyhogy nem nagyon látom értelmét. Viszont lehet, hogy Alenko-nak berakom a shotgun-t. A Storm. Neki is Stormja van, jó, akkor a Sniper. A Snipert megkapja Alenko. És Ashley-nek milyen assault rifle-je van. Vagy shotgun-ja van, neki is ugyanaz van, Storm 1-es. Sniper Rifle Avenger, Onyx. A shield nem jobb. Hát akkor... Viszont a Banshee-t azt megkapod. Mit szólsz hozzá? Örülsz neki? Megkapod a Banshee-t. Na. Nagyon jó. És akkor mehetünk tovább. Investigate. Még ez az ásatás itt? This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. Itt volt maga a jeladó. De ki és hova mozgatta? Miért oda getek? Nehéz megmondani. We have to check out the research camp.
Igen, egy kutató tábort is meg kell néznünk. Vannak túlélők? Szerinted valaki ezt túlélte? Hogyha szerencsések voltak, akkor talán ott a táborba rejtőznek. És csak itt van fönt pont, úgyhogy menjünk föl. Hát valaki lesz, aki túlélte, a 100% úgy emlékszem, és jól emlékszem, tudom. Megnézzük, megkeressük mi ezt az embert mindenféleképpen. Nincs semmi. Nincs semmi. Megnézzük. Kamerani egy kicsit olyan idióta, tehát itt például egy remeg, meg reszket nekem össze-vissza. Ashley, looks like they hit the camp. Ja, elég durván. De egyre magasabbra rakják ezeket az embereket, mondjuk ezek nem is emberek, azok... Wow. Ja igen, ezek már az átalakított emberkék. Ja. Úristen, még élnek? Persze, mert ezek ellenfelek. Így van, persze, a getek csinálták. Na hát ezek is jó ellenfelek, azt kell mondjam, tényleg. Tehát itt aztán lesz mindenféle, ezek jönnek rád, mint az állat. Most én azt javaslom, hogy gyorsan rakjuk be a shotgun-t, mielőtt még itt nekem durván rám jöttök, kis köcsögök. Kis köcsög, gyere ide. Úha, van biotikus erőjök is, nem is kevés, az biztos. Jó. Hát ez egyre cudorabb ez a hely, azt kell, hogy mondjam. Tehát itt mondták, hogy jaj, hogy milyen szép, meg mit tudom én. Na, most jön egy olyan dolog, hogy nekünk ezt meg kéne hackkelni. Nem emlékszem, hogy van a hackkelés. Na, akkor kieséget csinálni. Begin menu, ja igen, gombokat kell nyomkodni, na menjem. Y, A, megvan, jó zsír. Nem volt túl nehéz. XP, 10 XP, és akkor ide benézünk, hogy mi a helyzet. Hoppá, Dr. Warren, emberek! Hála, tervez vagy, készenek, hurry! Gyorsan zárd be az ajtót, mielőtt visszajönnek. Biztonságban vagytok, nyugalom. Megvédünk titeket. Köszönöm. Azt hiszem, okék vagyunk. Úgy néz ki, már mindenki elment. Move the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help back up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is safe. The age of humanity is ended. Soon only ruin and corpses will remain. Úristen. Szóval ezek ugye itt vannak. Hátra maradtak, hogy összeszedjék a tábort, és elküldték a jeladót már egy ilyen áruszállító felvevő helyre. Úgyhogy ők azért vannak itt. Olyan fura ez az a Dr. Manuali teljesen kétségvonása. Mondjuk hát nem csodálom, tehát én is ki lennék egyébként. Tudtok-e valamit Nihilusról? Észrevettetek egy Turient? Láttam. A proféta, az ellenség vezetője itt volt before a támadás előtt. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry. No, yeah, still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Így van. Tehát látott az a Manuel egy Turiait. De nem a mi Nihilusunkat, tehát a mi Nihilusunk nem lehetett, ő fönt volt a Normandián, ugye? Úgyhogy, hát érdekes, tehát hogy láttak Turiait, de nem lehetett az, ugye egyértelműen Beacon, a jeladó. Tudtok valamit mondani a jeladóról? Vágy, communication network, remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technology is groundbreaking in the Cold War. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, the Beacon, the Beast. Unleash the darkness! Tiszta depressziós! Az a fej! Manuel, please, this isn't the time! De jó vagyok! Igen, tehát maga az a jeladó egy ilyen adathordozó eszköz gyakorlatilag, ami nagyon régi, ősidei és nagyon szép állapotban maradt, és hogy ez a mi életidőnk legnagyobb felfedezése. Úgyhogy köszönjünk el, vigyél minket a spaceporthoz. Úristen, miket beszél az ember, teljesen agyára ment a dolog. Manuel, menj, feküdj le, én is ezt mondom. Jobban fogod érezni magad, amikor a gyógyszer beüt. Abszolút. Na, Paragon plusz 2. Szóval azért van akám kihatása az akcióimra, a cselekedeteimre kihatása van a sztori, meg maga az alakulás. Na, de be tudunk jönni. Itt van egy crate. Egy shotgun, egy light armor és egy light armor human, tehát két light armor. Nagyon jó. Megnézzük még ezt is. Omni jail. Az is nagyon jó, bár nem nagyon használtunk még egyet sem. Na, nézzük ezeket a cuccokat. Hoppá, tudunk fejlődni? Tudunk fejlődni, bizonyám!
Throw-ra rakok még egyet, és a Warp-ra is rakok egyet, meg a Charm-omra rakok egyet. A Vanguard az mi is? Arra is fogok majd rakni. Alenko, te neked rakok a Throw-ra, meg mondjuk a Barrier-re. Williams, neked megy mondjuk a Combat Armor-ra egy, meg mondjuk egy Shield Boost. Ez egy új képesség. Restores a portion of your shield, even while you're under fire. Egy részét a shieldnek visszanöveszti, vagy visszatermeli, amikor tűz alatt is vagy. Baromi jó. Equipment. Ugye most felszettünk egy csomó szírt, meg szart. Nézzük először a shieldeket, hogy mik ezek. Hydra. Assassin. Nem mondanám, hogy túl jók ezeket, így vissza is váltom egyből Omnigélre. Tehát semmi értelme. Aha. Amúgy pénz is van a játékban, tehát ez nem csalás, nem ámítás. Egy ugyanolyan shotgun, úgyhogy semmi extra. Viszont ez sokkal pontosabb, mint az enyém. Storm 1. Ja, igen, mert én ezt átraktam, igen, az nekem megvolt már előtte is. Nézzük meg a többieknek jó-e a cucc. Páncél. Hú, de szar páncélod van. Kaden, Alenko. Damage Protection, megkapod az Assassin-t. Mit szólsz? Tag Biotic Protection, viszont abban van Tag Biotic Protection. Ha, akkor nem kapod meg inkább. Ashley sem kapja meg, viszont a fegyver... Megkapod a Skimitart. Avenger. Jó, hát ez így most szerintem jó lesz.